Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A videóban arról szeretnék pár szót beszélni, hogy hogyan készítsünk ilyen tökéletes kört. Amikor tanultam horkolni, és mindenféle mintát és mindent kipróbáltam a körtől, háromszögtől, négyzettől, elkezdve mindent, hogy tanuljak, a körnél mindig belefutottam abba a dologba, hogy például, hogyha 6 pálcával kezdtem, és ugye a szaporítás szabályai szerint haladva körönként mindig 6 pálcát adtam hozzá, ugye 6, 12, 18, 24, stb. Stb. Akkor egy ilyen gyönyörű 6 szöget kaptam. Hát pedig én nem azt akartam készíteni. Az ember ilyenkor arra gondol legelőször, hogy biztos, hogy valamit elszúrtam, és én nem csináltam jól, de aztán idővel rájöttem, hogy nem én rontom el, hanem a minta rossz. Egy kicsit rajzoltam, mert szerintem így megérteni is, és hát elmagyarázni meg mindenképpen egyszerűbb, hogy mit is fogok csinálni. 6 rövid pálcával kezdtem. Ugye ez azt jelenti, hogy mindegyik sorban 6 pálcával több van, mint az előzőben. Tehát 6, 12, 18, 24, 30, majd 36 pálca lesz a körökben. A kör egy cikkét fogom mutatni, tehát nem a 6 pálcát látjátok itt a kezdésnél, hanem csak egyet. Az első sorban ugye egy rövid pálca van, a második körben mindegyik rövid pálcára szaporítok, tehát 2-t készítek. Megdupláztam a pálcák számát, 12. A harmadik körben egy rövid pálca, majd jön egy szaporítás. Itt van, aki fordítva csinálja, fordítvát ezt úgy értem, hogy mindig a szaporítással kezdi, és utána horkolja a rövid pálcákat. Ez teljesen mindegy, hogy hogy készítjük, mind a kettő verzió jó, nem befolyásolja azt, hogy 6 szög alakú vagy kerek mintát kapunk a végére. A negyedik kör az úgy néz ki, ugye maradunk ennél a szabálynál, tehát 2 rövid pálca, majd egy szaporítás. Itt már 24 szemszámnál tartunk, pálcaszámnál. Az ötödik körben 3 rövid pálcát követ egy szaporítás, a hatodikban pedig 4 pálca után készítünk egy szaporítást, tehát itt már 36 pálcánk van. És ugye azt csináljuk, hogy mindig az előző kör szaporított szemébe készítjük a következőt. És ugye ez eredményezi azt, hogy itt ezek a szögek megjelennek. Igazából ez, hogyha megfordítom, tehát a mintának a hátoldalán, ott még jobban látszik, ugye itt vannak a szaporítások. Tehát mindig ugyanoda, és ezért szegény fonal nem tud más csinálni, hanem így szépen így megy fölfelé. Nézzük most a másikat. Ezt áthúzom, ez lesz tehát a rossz, és itt lesz alatta az, amiből ez keletkezett. Kicsit ezt is felnagyítom, és akkor jobban fogjuk látni. Az első 3 sor az ugyanaz, mint az előzőnél. Az első sor az ugye egy rövid pálca, a második sorban duplázunk, mindegyik pálcába 2-t készítünk, a harmadiknál pedig jön az egy rövid pálca, és a szaporítás, vagy ha ti úgy szoktátok, akkor a szaporítás és a rövid pálca. Tehát eddig mindenben megegyezik a másikkal. A negyedik sortól jönnek aztán a módosítások, mégpedig úgy, hogy azokban a sorokban, ahol páros számú pálcák kerülnének egymás mellé. Tehát ugye itt 2 van, a hatodik sorban 4, ott megfelezem a pálcákat. Ugye úgy készítettem, kicsit visszamegyünk erre, ugye itt úgy készítettem a negyedik sorban, hogy 2 pálca, és szaporítok. Itt megfelezem a pálcákat, tehát lesz 1 pálca, szaporítás, 1 pálca, és ezt ismétlem meg 6-szor a körben. Az ötödik sor, ugye az egy páratlan, az ötödik kör, azt ugyanúgy készítem, ugyanúgy 3 pálca és szaporítás, tehát ugyanez van, mint
itt. A hatodikban megint felezek, hiszen páros számú pálcáim vannak, 4, és a 4 mellé jön egy szaporítás. Megfelezem a pálcákat, 2, amit elkészítek, jön a szaporítás, és megint 2 pálca. Ilyen egyszerű az egész, és ez lesz a végeredmény. Tehát minden olyan körben, ahol páros számú pálcák lennének egymás mellett, megfelezem őket, az elejére az egyik felét rakom, majd szaporítok, és a végére pedig a maradék másik felét. És ebből lesz a szabályos kör. És hogy egy kis horgolás is legyen a videóban, mutatom most a szabályos körnek az első pár sorát. Egy varázskörbe, egy láncszem emelés után 6 rövid pálcát készítek. Nem fogom zárni az elejét és a végét, spirálban fogok horgolni. Ugye az amigurumi-nál előszeretettel választják ezt a fajta horgolást. 2, 4 és 6, meg is van. És az amigurumi-nál főleg jó, hogyha így szaporítunk, hiszen egy körnél, egy gombnél nem mindegy, hogy hogyan is néz ki az a végén. Tehát nem zárom itt a kört, hanem a második kört kezdem, és az első pálcába 2 készítek. Ez volt az egyik. És ugyanoda beöltve még egyet. Ha spirálba horgolunk, ha spirálisan horgolunk, akkor nem kell a sor elején soremelést végezni, tehát láncszememelést végezni. És mindegyik pálcába 2 készítek. Én nagyon szeretek jelölőt használni, mert biztos észrevettétek, a több videómat látjátok. Ugye a jelölővel mindig a sor elejé első pálcát jelöljük meg, és itt meg is számolhatjuk, hogy megvan a 12, 2, 4, 6, 8, 10 és 12. Jöhet a harmadik kör, amit én ugye úgy kezdek, hogy egy rövid pálca, és a következő pálcába pedig 2 készítek, tehát egyet szaporítok. És ezt ismétlem a kör végéig. Tehát eddig még ugyanaz, mint amit egyébként is készítenénk. És menjünk körbe. A negyedik kör jön, ami ugye úgy kezdődne, hogy 2 rövid pálca és egy szaporítás. Mivel 2, vagyis páros számú rövid pálca el egymás mellett, ezért megfelezem. Készítek egy rövid pálcát. Ez az első. A következőbe szaporítok. És a maradék egy pálcát pedig ezt követőbe öltöm be. Tehát egy rövid pálca, szaporítás, egy rövid pálca. És ezt kell a kör végéig horgolni. És itt már 24 lesz a pálcák száma. Az ötödik kör jön, 30-ra szaporítunk, és mivel itt 3 rövid pálca áll egymás mellett, ami páratlan, ezért azt úgy horgoljuk le, ahogy egyébként is tennénk. Tehát itt nálam az én mintám szerint 3 rövid pálca az elején, és a negyedikbe pedig 2 készítek, tehát szaporítok. És ezt készítem végig. A hatodik kör jön. Ugye ez úgy néz neki, hogy 36-ra szaporítok. Tehát 4 pálca áll egymás mellett, és jön a szaporítás az ötödik helyre. 4 pálca, ami páros,
Tehát ezt most megfelezem. Az első egy szimpla pálca, a második ugyanígy, aztán jön a következőbe kettő, tehát itt szaporítok, majd itt a két helyre egy-egy pálca jön. Tehát hatot készítettem összesen, egy rövid pálca, egy szaporítás, majd még egy-egy rövid pálca. És ezt kell ismételni a kör végéig. Itt szaporítok. Itt pedig két szimpla. És így néz ki a hatodik kör után a mintánk. Na most nem dől össze a világ, hogyha nem így készítitek a kört, de azért szerintem ez sokkal szebb, mint a hatszögesített kör. Próbáljátok ki!